Kedves, szeretett testvérek, annyi erőszakot, szomorúságot lehet látni a mai világban. Ugye, tegnap hosszan néztem egy filmet Stalingrádról, történelmi film. Én azt gondolom, hogy az ott elkövetett szörnyűségek, az ott megtörtént félelmetes dolgoknak kis részét se tudja a film visszaadni, de az mégis szörnyűséges. Ugye a második világháborúban több millió német, román, magyar, más katona, olasz elindult. Bekerítették ezt a nagyváros, Stalingrádot, és hónapokon keresztül lőtték, ostromolták, ölték ott egymást az emberek félelmetesen. És tudjuk jól, ugye, hogy végül senki se tudná felsorolni, hány ember halt meg ott. Nem kell történelmi filmeket nézzünk ahhoz, hogy halállal találkozzunk. Ugye, íradót kinyissuk, mindenütt sajnos szörnyebbnél szörnyebb dolgok történnek. Igen, az ember élet nagyon kevéssé lett értékes, az emberek egymás életét könnyen kioltsák. Meglátogattam a héten édesanyámat, ugye kórházban van, megműtötték rákos daganattal, és ugye hát rengeteg ember van a kórházban, folyosó sorokban állnak, viszik be őket a műtőbe, és hát, szívszorító történeteket lehet ott hallani. Kórtermeket ugye járja az ember. Persze, hogy mindenki gyógyulni, élni akar, de sajnos ez nem mindenkinek sikerül. Jó hírként mondom el, hogy édesanyámat úgy néz ki, holnap kiengedik a kórházból. Igen, halál. Az Isten azt akarja, hogy ne süllyedjünk mi a kilátástalan reménytelenség, rossz kedv, búbálat vermeibe, hanem Isten azt szeretné, hogy vigasztalódjunk, hogy a remény töltse el a szívünket, hogy ez van, igen, ez van körülöttünk, hiába próbálnánk szépíteni a valóságot, a halál ezer arccal ott van körülöttünk. És nem abba bízunk mi, hogy mi győzhetetlenek vagyunk, hogy minket nem fog a golyó, mint a Rambót. Nem abba bízunk, hogy mi valami félistenek vagyunk, hogy beleestünk valami csodaszerbe, mint Asterix, Obelix, ugye, hogy nem fog bennünket az ellenség nyíla. Nem. Mi abba bízunk, hogy Isten mindennél hatalmasabb. Abba bízunk, hogy igazából e fölött van az, ami bennünket érdekel. A szeretet, a jóság, az irgalom, világ. Végül is tudjuk jó, hogy testünk, azt mondják a tudósok, 7 évente meghal. Cserélődik, folyamatosan sejtjeink elhalnak, elpusztulnak. Hát, akkor vécére megyünk, önmagunkból temetünk. És mégis állandóan újjászületünk. Valamilyen módon hasonlóképpen az egyház hiszi azt Krisztus tanítása alapján, hogy van örök élet. Erről szóltak a mai olvasmányok. Mert aki bennem hisz, annak örök élete van, mondja Jézus Krisztus. Az már átment a halálból az életre. Igen. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindannyian, akik sírban vannak, meghallják az Isten szavát, és elé jönnek, akik jót tettek az élet föltámadására, akik pedig gonoszat tettek az ítélet föltámadására. A mi Úrunk Jézus Krisztus azt mondja, hogy higgyünk, bízzunk benne. Örök szeretettel szeret bennünket. És ugye olyan érdekes,
hogy sokszor így egy gyermek rosszacska, rosszat tesz, és mégis a nevelője tudja szeretni, átöleli, talán vele együtt sír, vigasztalja, bátorítja, fog menni, ki tudod javítani ezt a jegyet, tévedtél, de mégis talpra tudsz állni. Egy nagyon komoly bűnnel keresett meg egy gyermek nemrég, és olyan jó volt vigasztalni, bátorítani, és végén feloldozni. Az élet nem a halálról szól, hanem a reményről, a bizalomról, a kibontakozásról. Az ember képes újra tervezni, bárhol is van. És halál után is van élet. Szüleinknek is van élete. Bíznunk kell abba, hogy igenis, nagyszüleink élnek, virulnak. Ezelőtt vagy két évvel voltam Dózsa Györgyön, és bemegyek a házunkba, és amikor mentem be, láttam szembe a házzal szembe, ott van egy nagy zöld mező, szép zöld fű, és közepén egy konyhaszekrény, és szekrénybe csürkék. Hát ugye kicsit ugye valami ilyen kartonlapokkal ugye el volt határolva. Hát minden esetre néztem, és ugye el is mosolyogtam magamot, bemegyek, mondom a nevelőnőnek, Évának, hogy nézd meg, valaki elkezdett ott velünk szembe gazdálkodni. Ugye, na, hát ő elpirult, és azt mondja, hát igazából azt mit csináljuk? Miénkek azok a tyúkok? Hát mondom, te Éva. De most én el tudom képzelni, az én drága nagyapám, amennyi humorérzéke van, szól az ő apjának, azt mondja, gyere öregatyád, nézd meg, az unoka gazdálkodik lent Erdély földjén, visszakapták a földet. És biztos, hogy így van, igen. Drága szüleink, nagyszüleink, akik elhunytak, látják az égből tetteinket, drukkolnak nekünk, imádkoznak értünk. Hát közben biztos szórakoznak is, mikor egy-egy nagy baklövést elkövetünk. Aztán nekiálltunk, szereltünk egy csűrt istálót, megcsináltuk rendesen, úgyhogy most ha nagyapám leléz az égből, lehet, hogy nem kell annyira szégyenkezzen, ha bár. Na, biztos, hogy fog kapni hibát a munkámon, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy néz, hogy él, hogy van. Hinned kell neked is az, hogy igen, elhunyt szeretteid, jelen vannak. Emlékszem, mikor teológián voltam, nagyon sokszor egy-egy vizsga előtt, én bizony minden elhunyt rokont ismerős számba vettem, és mondtam, hogy menjetek szépen, ráértek, gondolom, szóljatok a mennyei atyánál, hogy hát holnap vizsgálom, és gyaluljátok egy kicsit az útat, hát ha jobban sikerül. Igen. Ugye hiszek egyben, valljuk, hogy hiszünk a szentek egységében. Ez pont erről szól, hogy odas vissza, mint a, ugye van a közlekedő edény, ugye biztos fizikából láttátok, tanultátok, hogy itt beletöltöm, és ott felemelkedik. Valahogy így van. Az ők imádságuk képes minket felemelni. De ez fordítva is igaz. A mi imádságaink, jó cselekedeteink, elhunyt szeretteinket képes fölemelni. Hogy miért van erre szükség? Ugye az ortodoxok, vagy reformátusok nem hisznek a tisztító tűzbe. Ők azt gondolják, ha valaki meghalt, akkor annak annyi, és Isten ki is állította neki az utolsó ítéletet. Mi keresztények, katolikusok hisszük azt, hogy ha valaki meghalt, hát valamilyen módon cselekedetei tovább élnek. Tehát ugye, hogy őszinte legyek, ha írok én egy könyvet, azokban szép, igaz, nemes gondolatok vannak, halálom után is elolvassák. Hisz én is olvasom szépen Szent Ferenc halhatatlan sorait, ugye Szent Pálnak a szeretet himnuszát, és mozdulunk, épülünk azokon a gondolatokon, nem? De fordítva is igaz, ha valaki disznóságukat, bűnt követ el, hát az, annak a hatása megvan, érik. Valaki politikai vagy bármilyen okból kifolyólag olyan butaságokat, rágalmakat ír, megszólja másik népet,
Lehet, hogy már rég elporlott, de az a hazugság tovább métejezi a világot. És ezeknek következményei vannak. És igazából nekünk az a dolgunk, hogy mondjam, jóvá tegyük. Drága szeretteink tévedéseit, hibáit. Azt, amit ő már most okosan megtenne ezen a földön, de nem tudja megtenni, azt valamilyen módon mi szeretetből értük, megtegyük. Igen. Olyan érdekes, hogy meghívtak Nagy Galambfalvára. És van egy nagyon szép domb, amit keresztfa dombjának hívnak azóta is mindig. De persze, mivel egy református vidék, nem állottam keresztfa. És az emberekben, hogy megfogalmazott a gondolat, hogy valamikor őseik ott valamit nem úgy tettek, hogy kellett volna. És akkor úgy gondolták, hogy állítanak ők egy keresztet, és ráírják békesség Istentől. És ami engem meglepett, hogy ez a tiszta református közösség képes volt ezt megcsinálni, és tényleg felállították a szép keresztfát, elhívtak, hogy szenteljük meg, és esett az eső, és fújt a szél, és nem hagyták el máskorra az ünnepséget, hanem tényleg kiálltak oda, és hosszan énekelték ősi énekeiket, elmondták imáikat, és megkérték, hogy én, katolikus pap, szenteljen meg azt a keresztet, imádkozzak ottan, hogy béke legyen a szívükbe. Nagyon érdekes, testvéreim. Valahol ezt jelenti, hogy imádkozunk a halottainkért. Mert mi is követünk el akaratlanul hibákat. Én nagyon örvendenék, hogyha gyermekeim, utánam jövő generációk azokat a hibákat valamilyen módon legyalulnák, kiküszörülnék, jóvá tennék. Hogy tiszta szívvel, nyugodtan állhasson az ember az utolsó percben az Isten ítélő széke elé. Igen, tévedtem, de szeretteim, azt az adósságot, azt a tartozást, amit én magam mögött hagytam, a földön jóvá tették. És ezekben a napokban különösképpen kell gondolkozzunk azon, hogy vajon drága szüleink, szeretteink, akik meghaltak, vajon szomszédokkal, rokonokkal hagytak-e hátra haragot, adósságot, gyűlöletet? Vajon voltak-e olyan elkezdett munkáik, amiket ők szerettek volna bevégezni, megvalósítani? Vajon van-e olyan dolog, amit ők megálmodtak, és fontos volt számukra, de a betegség, a halál, hát bezárta az ajtót? Nézzük át a leveleiket. Beszéljünk róla, és úgy éreznénk, hogy valami hiányzik. Alázattal, helyettük, az ő nevükben, imádságos szeretettel tegyük meg, tegyük jóvá. Engeszteljük ki őket, hát halottaikkal, szeretteikkel. Én hiszem azt, hogy nem csak ők, halottaink, tehetnek értünk sokat egy-egy vizsgán, egy-egy hát, mit tudom én, szerelmi kapcsolatban, vagy akármiben, segíthetnek rajtunk. De ugyanúgy mi is tegyük ezt meg. Nézzük meg. Talán nagyszüleidnek olyan fontos volt az a föld, amit elvettek tőle. Menj, tedd meg, vedd vissza azt a földet, vesd be, üveld meg. Talán nagyszüleidnek olyan fontos volt egy almafa, hogy valami, amit elültetett a kertbe és öntözgetett. Menj oda, s medzd meg. Ősz van, rak rendbe azt a fát. Az elhalt ágakot vág le róla. Rak tisztába. Nagyszüleidnek talán olyan fontos volt egy bútordarab, egy lakás, egy ház. És talán omladozik, tönkrement, irántuk való tiszteletből. Miért ne szednéd rendbe? Van neked valami olyan dolgod, amit
elhunyt szeretteidtől örököltél. Oda az a szeredába van egy kés. Ugye, amit én édesapám készített. És mai napig is, mikor hazamegyek, és kenyeret akarok szelni, van annál jobb kés is a házban. Én mégis azt veszem elé, és azzal vágok kenyeret, azzal táplálkozok, mert az édesapámtól örököltem, aki már 1963-ban meghalt. Igen. Ezek a dolgok összekötnek bennünket. Halottak napja van. Ne elégedjünk meg egy imádsággal, fohásszal, meg meggyújtott gyertyával, hanem nézzük hossza, hogy hogy tudnám az ő álmait kiteljesíteni, és valóra váltani. Azok az eszmék, amik neki fontosak voltak, az a fákja, ami halálával a földre hullott, azt fogjam meg, és emeljem magasra, és vigyem tovább. Ezt is jelenti halottaink iránti tisztelet, szeretet. Ugye ezekben a napokban, 8 napon keresztül bárki, aki a temetőbe megy, imádkozik ottan. Azt mondja az egyház, hogy teljes búcsúban részesül, amit felajánlhat szeretteiért. Mi igazából csak láncszemek vagyunk. Valahol, valamikor, nagyon régen elindult ez a lánc. Szüleink, nagyszüleink és gyermekeink által továbbadhatjuk ezeket az értékeket. Persze van olyan, akinek nincs gyermeke, fizikai gyermeke, lehet, hogy nincs, de lelki gyermeke mindenkinek lehet. És azt az értéket, amit kaptál őseidtől, és nem csak anyagi, szellemi értékekre gondolok, hanem mindenféle értékre, azt bátran, lelki gyermekednek továbbadhatod. És azt hiszem, hogy a mennyek országából drága szeretteink földre néznek, és érezik ezt a bizalmat, ami feléjük van a szívünkben, amit tovább szeretnénk vinni, akkor azt gondolom, hogy ők is boldogok és örömmel néznek le. Ugye a magyar kultúránk, keresztény világnézetünk, ami meghatározza életünket, szüleinktől, nagyszüleinktől kaptuk. Drága jó Dobokos atyától, aki hosszú éveken keresztül itt ennél az oltárnál prédikált az idősebbeknek. És utána ugye hány drága nagyszerű atya volt. Én azt gondolom, hogy nekünk kötelességünk az ő általuk megálmodott értékeket, meghirdetett tanításokat, hát tovább vinni. Ezért is bíztatok mindenkit ugye arra is, hogy hát hogy ez a döntés nem csak imádságban, nem csak a gyóntatószékben kell megvalósuljon, mindennapi életben. Ezért is bíztatok mindenkit, hogy ma menjünk el felnőttek szavazni. Mondjuk el a véleményünket. Igen, mi ezt a keresztény magyar kultúrát itt Dél-Erdélybe tovább szeretnénk vinni. Őseinktől kaptuk, és tovább akarjuk adni a gyermekeinknek, mert ez a kultúra gazdagá tett bennünket. Ez a kultúra segített abba, hogy templomokat építsünk, hogy iskolákat hozzunk létre. Ez a kultúra segített abba, hogy a jó testvérekként éljünk. És ezt szeretnénk tudatosan továbbadni a gyermekeinknek. Adná az Isten, hogy tényleg sikerüljön ez. Adná az Isten, hogy ugye hiszek egyben valljuk, a szentek közössége élő eleven legyen mindannyiunk számára. Amen.